Életveszélyes áramütést szenvedett az a fiú, aki felmászott egy tartálykocsi tetejére Egerben. Aki velem van, az dr. Rácz András, adjunktus sebész, plasztikai és égészsebész szakorvos, a Betesda Gyermekkórház égészsérült gyermekeket gyógyító országos központjának orvosa. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat! Tessék mondani, milyen állapotban érkeznek az ilyen és hasonló sérült gyermekek, fiatalok önökhöz? A vonattetőre mászott sérült gyermekek jellemzően kifejezetten súlyos állapotban érkeznek a kórházunkban. Minimum 40-50%-os égési sérülést szenvednek. Ez olykor 90 vagy akár 100% is lehetséges. Ennek megfelelően súlyos életveszélyes állapotban kell őket fogadnunk. Rögtön intenzív osztályos kezelést igényelnek, és sokszor azonnali műtét szükséges. Amit sajnos nem lehet lezárni egy műtéttel, ugyanis minden ilyen eset egy műtéti sorozat kezdetét jelenti. Ezek a súlyos sérültek minimum 4-5 műtétet igényelnek a kezelésük során, hosszas-hosszas intenzív osztályos, majd osztályos kezelés után, illetve közben. Sajnos azt kell mondani, hogy az elektromos égés egy teljesen más jellegű égéssérülés, mint egy forrázás, egy lángégés, vagy akár egy kontaktégés. Az elektromos égésben mélyebb szövetek, izmok, csontok is tudnak sérülni. Ennek megfelelően a műtétek során is ezeket a szöveteket el kell távolítanunk, amelyek elhaltak. Így elképzelhető az, hogy milyen súlyos sérüléseket szenvednek ezek a gyermekek. Ezek a belső égések, amikről nekünk talán fogalmunk sincs, ezek mit takarnak? Eléghetnek itt, vagy sérülhetnek csontok, izmok, ahogy ön is mondta? Így van. Tehát nem csak a bőr struktúrája sérül, illetve hal el, hanem sokszor a sérülést követően is kórélettani mechanizmusoknak megfelelően az izom tovább sérül, és további elhalásokat látunk, úgynevezett szekundók, másodlagos műtétek is szükségesek még az első ellátás után. Azt követően persze a hiányzó szövetrészek, hiányzó lágyrészek pótlása is a feladatunk. Hogyan csillapítják ilyenkor a fájdalmat, és meddig tartanak ezek a fájdalmak? Ezek a súlyos sérültek már sokszor az országos mentőszolgálat által intubálva vannak, altatás van szükséges az ő ellátásuk során, így a fájdalmat az altatás mellett természetesen gyógyszeresen csillapítjuk, tehát nincsenek ébren ezek a betegek, ők az intenzív osztályon is altatva vannak, így a fájdalmat szerencsére nem kell megélniük, ami nyilvánvalóan óriási fájdalom lenne, hogyha ez valóban ébren kellene egy égett sérültnek átélnie. Egy súlyosan sérült fiatalt vagy gyermeket meddig kell altatni ilyen esetekben, vagy hasonló esetekben? Akár hónapokig? Ez természetesen függ a sérülés kiterjedésétől, a sérülés mechanizmusától. Amennyiben itt elektromos sérülésről beszélünk, és egy kiterjedt 50-60%-os sérülésről, akkor az altatás bizony hetekig is eltarthat, azt követően kerülhet sor az extubációra, azt követően kerülhet sor, ha sikeres kezeléseken és műtéteken van túl, az osztályos kihelyezésére. Tulajdonképpen itt hetekben mérhetők ezek az időintervallumok. Sajnos ennek megfelelően nagy a rizikója és a kockázata is a további altatásnak, kezeléseknek. Általában egy kifejezetten nagy szakértelmet, figyelmet igénylő betegcsoportról tudunk beszámolni. Jellemzően itt heteket kell említenünk. Műtétek sorozatáról beszélt. Durva a kérdés, tudom, de muszáj megkérdeznem, sor kerülhet esetleg amputációra is? Igen. Az égési sérülés lehet olyan kiterjedt, lehet olyan mély a végtagokon is, hogy elhalnak, ahogy beszéltük, a mélyebb szövetek is. Ennek megfelelően amputációt is szükséges néha végrehajtanunk, ugyanis az elhalt szövetet muszáj eltávolítanunk. Mennyi ideig gyógyul egy ilyen sérült fiatal vagy gyermek? Hát drasztikusan azt kell mondanom, hogy élete végéig.
Ezek a sérültek életük végéig hordozzák a nyomokat, mind funkcionálisan, mind esztétikai szempontból. Sajnos évekkel a sérülés után is, főleg a növekedést figyelembe véve, rekonstrukciós műtétek sorozata vár rájuk, és általában évente, két évente bizony szükség lehet kisebb-nagyobb korrekciós műtétre is. Itt a bőrpótlásról, esztétikai műtétekről van szó elsősorban, vagy? Ugyanúgy esztétikai műtétekről, mint funkcionális műtétekről. Ez alatt azt értem, hogy végtagok funkciói, végtagok hajlíthatósága, mozgathatósága tud sérülni, és ezt is bizony korrigálni kell. Jellemzően ezek a hegek zsugorodnak, nem követik a gyermekek növekedési dinamikáját, és ezért időről időre ezeket a hegeket fel kell szabadítani, ezeket a húzó, kontraktúrát okozó léziókat kezelnünk kell műtéti úton. Hogyan tudják a hiányzó bőrt, a megégett bőrt pótolni, főleg egy növésben lévő fiatalnál vagy gyermeknél? Többféle módja, útja van a bőrpótlásnak. Amikor sürgősen szükségünk van arra, hogy befedjük a nagy kiterjedésű égett sebet lehetséges ideiglenes bőrpótló anyagokkal, természetes, illetve szintetikus anyagokkal, és hát a definitív bőrpótlás főleg nagy terület esetén a saját bőrnek a levétele, úgynevezett részvastag bőr formájában és átültetése a sérült területre. Ez lehet képzelni, hogy milyen kiterjedt és milyen nagy műtétet igényel, és ennek sajnos nyomai is vannak. Nem természetes helyzet a bőrnek az átültetése, így hegek keletkeznek, és ezeket a hegeket hosszan-hosszan kell kezelni. Előfordulhat, hogy valamelyik szervet pótolni kell, vagy a hajat például pótolni kell? Abban az esetben, hogyha a hajas fejbőr olyan mélységű égési sérülést szenved, akkor definitív elveszti a beteg a haját, tehát súlyos esztétikai problémával is szembe kell néznünk, és ez sajnos elég gyakori jelenség, hogy igen, a hajat is pótolni kell, azokat a testfelületeket, azokat a bőr részeket, ahol bizony szőr vagy hajas fejbőr növekszik, olyan módon kell helyreállítani, hogy azt is figyelembe kell venni. Előfordulhat, hogy hosszú távon speciális ruhát kell viselni? Ez majdnem minden esetben igaz. Úgynevezett kompressziós ruhákat szoktak ezek a betegek viselni. Ezek a ruhák segítik a hegeknek a gyorsabb és eredményesebb gyógyulását, és ez sem napokban vagy hetekben mérhető, itt is bizony hónapokról, évekről beszélünk. Nagyon fontos tehát, hogy nem csak esztétikai műtétekről beszéltünk, hosszú távon egyébként a felépülés, majd mindjárt kitérünk a lelki útra is, de igényel másfajta beavatkozást is, például gyógytornászét. Így van. Az említett kompressziós ruhák, illetve műtéti kezelések mellett rendszeres gyógytorna végzése szükséges. A gyógytornászok a Bethesda kórházban is kifejezetten magas színvonalú munkát végeznek, kifejezetten aktívan részt vesznek ezeknek az égésérült gyermekeknek a felépülésében, illetve a gyógyításában. Ez gyakorlatilag egy team munka nálunk. És akkor a lélek. Nagyon sok fiatal, és pontosan ezért is készül ez a beszélgetés, nincs tisztában azzal, hogy milyen következményei vannak, hogyha felmásznak egy tartálykocsira, egy magas feszültségű vezeték közelébe. Mit lát, mit tapasztal? Fel lehet ez dolgozni valaha? És hogyha igen, akkor kiknek a segítsége szükséges ehhez hosszú távon? Igen, a kérdés a két részben válaszolnék. Az első rész, ahogy említette, fölmásznak a magas feszültségű vezetékhez. Nagyon-nagyon fontos, és szeretném ezt üzenetként is itt hagyni, hogy a gyermeknek nem kell megérintenie a vezetéket, elég közelébe mennie, elég egy másfél méteres távolságban megközelítenie, már áthúzhat az elektromos áram úgynevezett ívfény formájában, és így kifejezetten súlyos égési sérülést szenved, mind áramütés, mind pedig lángégés formájában. Ez lenne az egyik része a válaszomnak. A másik rész pedig, amit kérdezett, hogy
lelki, illetve pszichés vezetés mennyire szükséges. Most hát ez is egy nagyon-nagyon-nagyon komoly részét képezi a felépülés közben és utáni rehabilitációnak, amit büszkén mondhatjuk, hogy a Bethesda kórházban bizony ez is egy nagyon-nagyon kiépített és egy nagyon magas színvonalú rendszerben működik, rengeteg energiát, rengeteg időt igényel a beteg részéről is, és a családja részéről is. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt percekben velem tartott dr. Rácz András adjunktus sebész, plasztikai és égéssebész szakorvos, a Bethesda Gyermekkórház égéssérült gyermekeket gyógyító országos központjának orvosa volt velem. Megtisztelő volt, köszönöm szépen. Köszönöm én is. Viszontlátásra.